Köszöntöm Önöket! Isten fiatal, övé a jövő. Ezzel a mottóval rendezik meg a Mindszenti zarándoklatot szeptember 17-én. A Városmajorból induló és a Mária Remetén végződő zarándoklat 100 000 férfi nyomdokán halad. Hogy miért, ez is kiderül a következő percekben. Boldvai József szervező, a Mindszenti József életműdíj kitüntetettje most a vendégünk. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is szeretettel köszöntöm a meghívást. Ugye, hogy 100 000 férfi nyomdokán halad, ennek tulajdonképpen egy történeti háttere van. Mi ez pontosan? Hát ez kétszer történt meg, ami hát így az irodalomban nem nagyon szerepel. Először 1946 májusában. Tehát ugye most augusztus 20-án kapcsán önök is tapasztalták meg az ország lakossága is, hogy a magyar nép az mindig Mária tisztelő volt. És ez a tisztelet, ez Szent Istvántól, első királyunktól ered. Na most a magyar történelemen folyamán az összes uralkodónk vagy főpapunk ezt tudta, és ugyanígy tudta ezt Mindszenty bíboros úr. Látta, 45 után nevezték ki őt esztergomi érseknek, aztán ugye bíborossá, és ő látta azt, hogy az ország rettenetes nehéz helyzetben van, és tudta, hogy hát anyagiak nem is nagyon lehet rajtuk segíteni, hát nem akarom elmondani, hogy háború után milyen állapotok voltak, az inflációtól kezdve a sok árva, félárva gyerek, szétrombolt lakások, tehát lakhatási problémák, élelmezési problémák voltak, nyilvánvalóan a gazdaság nem működött, és akkor hát kihez forduljon, Szent Istvánhoz hasonlóan a Szűz Máriához fordult, béke királynőhöz, gondolta azt, hogy a magyar népet rákveszi arra, hogy megint imádkozzanak. Szűz anyához akkor ő a béke királynője, talán segít először is a lelkekbe rendet teremteni. És első alkalommal 46. május 5-én itt a Városmajorban 100 000 férfi jött el az ő meghívására, és zarándokolt el. Utána hozzátartozik a történethez, hogy 1947-ben meghívták őt Ottawába, volt egy Mária kongresszus. És ez fantasztikusan megérintette ott ez a kongresszuson hallottakat. És a repülőgépen, amikor jött hazafele, ugye akkor ő volt a püspökarnak az elnök, akkor eldöntötte, annak ellenére, hogy már voltak ilyen mozgások, hogy valamit kellene tenni, hogy a népet valahogy lelkileg kicsit emelni, lelki életét egy kicsit elindítani és segíteni. Akkor hazajött, azonnal bejelentette a püspöki karnak, hogy akkor ezt a Boldogasszony évét hirdessük meg, és próbáljuk az egész országban ezt a lelki mozgalmat elindítani. És akkor ennek következménye volt, hogy 1947. augusztus 15-én megnyitották, püspökkar ezt elfogadta, és megnyitották a Boldogasszony évét, és ez 1948. december 8-áig tartott. És az az érdekes, ugye, hogy 1948. december 26-án, karácsony másnapján tartóztatták le Mindszentyt, és utána gyakorlatilag fogságban volt, és börtönben volt 1971-ig, amíg aztán Vatikán, a szovjetek és a magyar állam megállapodása következtében nyugatra került. Na most ugye sokan mondják, hogy hát 56 után azért jobb volt a sorsa, az amerikai követsége volt. De azt szeretném kérdezni, én azt szoktam mondani, hogy ez egy luxus börtön. Persze, a bíboros atya szeretett szivarozni, vagy meginni egy korsós sört, vagy egy pohár sört, ezt ugye őt megtette. Tehát nyilvánvaló, hogy a fizikailag jobb körülmények között volt, de nem volt szabad, be volt zárva. Naponta egy órát mehetett le, ott a épület udvarán annyit sétálhatott. Tehát gyakorlatilag ő felvállalta ezt a rabságot. Na most, ami még nagyon érdekes, amit a beiktatásán mondott, és ehhez tartotta magát, akarok jó pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja juhaiért, tehát a nemzet polgáraiért, egyházáért és hazájáért. Tulajdonképpen, hogyha nem is életét, de a sorsát mindenképpen. Így van, az egész gyakorlatilag erre áldozta föl. Na most az az érdekesség ennek a dolognak, hogy mindig ugye sokan szokták mondani, hogy tavaly volt az Eucharisztikus Világkongresszus. Hát tényleg fantasztikus volt, én is részt vettem rajta. A szentségimádási körmete 300 000 ember vonult ugye a parlamenttől a Hősök teréig. Tehát tényleg egy fantasztikus nagy élmény volt. Boldogan, felszabadultan, énekelve. Na most itt a Boldogasszony évébe szintén 300 000 ember vonult el durván Városmajorból Mária Remetére. Szeptember 14-én, ugye az a Szent Kereszt fennmagasztásának az ünnepe, és az esztergomi kispapoknak akkor kell a szemináriumban jelentkezni. Tehát ő ezen a napon indította ezt a 100 000 férfi zarándokot, utána egy hétre rá 100 000 nő,
akkor a Meszlényi zarándokolt el, Meszlényi Zoltán, ő volt a segédpüspök, akit most már ugye boldoggá is avattak, tehát ő szinte ez már 200 ezer ember, és egy hétre rá pedig Capik, akkor Capik György, aki Eszte egri érsek volt, ő pedig 100 ezer fiatalt vezetett Mária remetére. Tehát csak szeptember hónapban Városmajorból 300 ezer ember vonult el, plusz ugye egy évvel korábban pedig 100 ezer férfi. Tehát azt szeretném mondani, a számokat szeretném csak így megemlíteni azért, hogy lássák, hogy a városmagyaraknak miért volt ez a fantasztikus kötődése a Mindszenty Bíboroshoz is, és a Városmagyi Mária remetei zarándoklathoz. Tehát ezt nem tudom átadni, mert ezek már nem élnek közöttünk, a elődeim, ott fönn vannak a reményük a Mennyországban. Ők, amikor 1989-ben a változás, politikai változás reménye megcsillant, még nem is voltak meg a választások, teljes erővel nekiálltak azt, hogy ezt az emléket felelevenítsék. És hívják a fiatalabb korosztályt is, így akkor én Benjaminként kerültem be a szervezőbizottságba, és azt a fantasztikus elkötelezettséget, amit ők, nekem átadták ezt a stafétabotot, és én most köszönöm ezt a lehetőséget, mert én most keresem azt a fiatalt, és elmúltam 73 éves, hogy kinek tudom ezt a stafétabotot továbbadni, hogy ez a láng, ez a tűz, ez a hagyomány, ez tovább érjen. A zarándoklat ugye az 17-én lesz, 7 órától várjuk lesz a gyülekezvét a Vásvai templom előtt. Egész országból meghívtuk nem csak a híveket, az iskolákat, mozgalmakat, ilyenkor több főpap is részt vesz a zarándoklaton. Azt szoktam mondani, hogy ez nem csak egy imáról és énekről szól, hanem ez egy kis történelmi óra. Történelmi óra, és gondolom lelki töltekezés is. Így van. Amire hogyan lehet készülni? Igen. Tehát egyrészt mi a programmal is készültünk. Ezeket az anyagokat, amiket hát itt önöknek is elhoztam, ezeket megkapták az iskolák is, hitoktatók is, a plébániák is. Tehát végső soron igyekszünk már egy évvel hamarabb előkészíteni ennek a hátterét. Például ezt a Mindszenty gyalogos zarándoklatról szóló összeállítást, ezt a boldogavatásának a posztulátora, Kovács Gergő az, aki elkészítette. Három előadó lesz a menetben, egy 20 perces előadásuk lesz. Cserháti Ferenc, aki a külsőföldi magyaroknak a püspöke, ő fog arról beszélni, hogy a Mindszenty Bíborosnak milyen volt a itteni Magyarország, illetve főleg a külföldi tevékenység. Nagyon keveset tudnak, én is az irodalomból ismerem. Aztán Beránc Ferenc, docens úr, ő egy nagyon érdekes előadást fog tartani, hiszen a Visinszky bíboros, aki paralel életutat futott be, mint a Mindszenty bíboros, ő lengyel bíboros volt, és tavaly, amikor itt volt a NEK, az Európai Eucharisztikus Világkongresszus, akkor avatták őt, az Áru Szentmisével egy időben avatták Varsóba boldoggá. Úgyhogy ebben is nagyon reménykedünk abban, hogy ez egy húzóerő lesz, és nagyon érdekes történelmi háttereket fog erről elmondani. És végül dr. Csörök Csaba egyetemi tanár, ő jelenleg a Esztergomi Bazilikának a plébánosa, ő pedig arról fog beszélni, hogy a tiszteletre méltó bíboros. Ez azért érdekes, mert ez a boldogávatási eljárás előtti utolsó fázis. Tehát ezt 2019. februárjában a pápa a Mindszenty Bíborosnak a tiszteletre méltó címet adományozta. Ez azt jelenti, hogy a következő lépcső már a boldogavatása, tehát most már nagyon közel járunk ehhez. A másik pedig, hogy mondjam még azt, ami még erre nem volt példás, ez az érdekes, ezek mind önként jönnek. Tehát ez nem úgy van, hogy az én agyamban megszületik, vagy a szervezőbizottság anyából, hogy például Sapszon tanár úr, ismerik, Lisztdíjas, Kossuth-díjas, van neki egy énekkara, az a kétszeres olimpiai bajnok, amivel indultak ezeken a versenyeken. Ő felvállalta azt, hogy a zenei anyagát, úgy, mint a Eucharisztikus Világkongresszuson is, ő állítja össze, azt mondta, ezt meg kell újítani. Fiatalokhoz közel álló énekeket, és ami igényes zene. Tehát azokat fogjuk énekelni a menetbe, és erről ők felvételt is készítettek már. Sőt, még kinyomtattuk ezt az énekfüzetet is nyomtatásba, és minden zarándok meg fogja kapni, és ő mondta, hogy ragaszkodott a kottához. Tehát aki zeneértő és kottát tud olvasni, annak nem lesz probléma, hogy bekapcsoljon a
ebbe az énekbe is. És hát Erdő Péter bíboros úr is jelen lesz, ugye, az eseményen. Erdő Péter bíboros fogja a záró szentmisét tartani 12 akkor Mária Nemetén. Most ez egy családi zarándoklat. Tehát ezt úgy kell elképzelni már az elmúlt években is, nem tudom, hogy ez a kis filmet be tetszenek-e játszani. Tehát lehet látni, hogy a családok, iskolák, plébániák együtt, testvérek, tehát nincsenek szétszak, együtt vonulnak. Tehát ez egy családi zarándoklat, és az az érdekes, hogy mind a két helyen egy olyan atyát találtunk, aki vállalja innen az indítást, tehát 7 órától már itt a Városmajorban Horváth Zoltán atya fogja fogadni az zarándokokat. Onnan lehet ismerni, hogy aki nézte esetleg televízión, vagy helyszínen ki volt, az Eurasztikus Kongresszusok szentmisének a közvetítését, ő volt a narrátor. Tehát ő volt mindig a felvezető. Tehát ő azt lehet mondani, hogy ő is valóban egy profi ember, és Kalonok plébános Terézvárosba, és ugyanakkor Mária Remetén pedig dr. Monostori László fogja, ő a Szent Margitnak a plébánosa Pesten, fogja fogadni már 11 zarándokokat. Egy nagyon jó hírem van, az idősebb korosztály, aki úgy érzi, hogy a szíve lelke elhozná, de nem meri, mert ez egy 10 kilométeres gyalogút, azt mondom, vágjon bele, a tömegközlekedést fenntartjuk. Tehát a Hűvösvölgyben a villamosok és onnan a buszok működni fognak. Sőt, hazafele ezek sűrítve lesznek. Tehát ez az egyik jó dolog. A másik nagyon jó dolog az, hogy az egészségügyi biztosítás is meg van oldva. Pokorny Zoltán úrnak itt, polgármesternek itt is megköszönöm a tévébe a segítségét. A Szent Ferenc Kórház fogja ellátni. A főigazgató személyesen vállalta ennek az egészségügyi biztosításnak a koordinálását. Aranyos volt, mondta, hogy a kórházat is üzembe tartja, hogy a kardiológiai esetek soron kívül ellátást nyerjenek. Tehát mindenkinek megmondom, hogy a kardiológiai beteget is így van, nyugodtan elindul. Na most van egy következő dolog, mennyi emberre számítunk? 5-10 ezer emberre. Bérelünk egy rádióadót. Ez azért érdekes, hogy mindenki megfelel hallja az énekeket, imákat. Idősebb korosztálynak javaslom azt, hogy hozzon esetleg táskarádiót, de lesz 50 hangoszlop is a menetben, amire a fiatalokat kérjük meg, hogy vigyék, tehát így őket is bevonjuk ebbe a interaktív módon ebbe a zarándoklatban. Illetve akinek okos telefonja van, amiben bele van építve a rádió vevő lehetősége, azok például fülhallgatón tudják, megvan már a hullámhossz is, most kaptuk meg, 106,7 megahertzen fogják, egy URH-adás, ultravioletta hullámon lesz az adás, tehát ők ezt tudják fogni. Úgyhogy a menet az körülbelül 3 km hosszú lesz, és a végén még a Szent Ferenc Kórház aranyos volt, a főigazgató mondta, hogy biztosít ilyen buszokat, hogyha valaki elfárad és nem tud tovább menni, és persze mentőautók is lesznek a menetben, akkor a következő buszmegállóig vagy villamosmegállóig elviszik. Tehát ezért mondom mindenkinek, hogy bátran vágjon vele. Hát, na most, hogyha jól látom, akkor hatalmas infrastruktúrát kell kiépíteni. Órási infrastruktúra, és azt szeretném itt hálás köszönetemet mondom azoknak, akik támogatják akár a plébánia számán, vagy egyéb módon a zarándoklatot, hiszen hát ez egy nagyon több milliós költséget igényel, de csodálatos. Én a pénzzel soha nem foglalkoztam. Szerveztem a budai egyházközségek báját. Pokorny Zoltán polgármestertől az összes jobboldali budai polgármester mindig támogatott, a Talmos főpolgármester úr. Tehát én a pénzzel soha nem foglalkozom, az csoda módon valaki telefonál, vagy szeretne adományt adni, akkor megmondom, hogy hova fizesse be. Még egy érdekes dolog van. Ugye itt arra kell számolni, hogy a Budapest környéki településekről, tehát Budakeszi, Solymár, Pelbár, Páty, Budajenő, a tömegek, akik hát nem hívők, meg nem érdeklődnek ez irántan, 10 órakor elindulnak befele Budapestre shoppingolni. Ez a 32 éves tapasztalat. Ugye, és ehhez mindenképpen a rendőri motoros szolgálat segítségét kérjük, akik ilyen cipzár módon majd segítik azért a forgalmat, meg főleg a tömegközlekedést fönntartani. És most az utóbbi 10-15 évben bevontam a budapesti polgárőrséget is, hiszen a rendőrség nem tud ilyen apparátust biztosítani, úgyhogy ők lesznek azok, akik segítenek nekik és a menet biztosításában. És egy harmadik dolog, hogy a fiatalokat is bevonjuk. Ennek van a legnagyobb sikere. Tessék elképzelni, hogy van olyan fiatal, aki nekem mondta, hogy Jóska bácsi, 10 évvel ezelőtt vettem részt a zarándoklaton, most már benne vagyok én is a korban, 30 vagy 30 fölött vagyok, de azt mondja, megengedi, hogy a biciklistákkal menjek. Ugyanis ez úgy működik, hogy a motoros rendőrök lezárják a bekötő utakat, és akkor ilyen sárga mellényben a 16 évnél idősebb biciklisták odaállnak, és lezárják, hogy nehogy az autók belehajtsanak a menetbe. Úgyhogy mondom, hogy ilyen élményeim vannak, hogy hát mondta, persze, te nem vagy olyan 18 éves, de mondom, gyere. Hát legalább segítesz a fiatalok.
gyakorlatilag is. Tehát a fiatalok is bevonnak, tehát biztonságban vannak. Mennyi a sebesség? Ezt is mindig meg szokták kérdezni. 2,5 kilométer, tehát ez egy nagyon kényelmes, azt hiszem, kilométerenként ez a sebesség, és a fiatalokat azóta nem késünk a Szentmiséről, mióta a fiatalok mennek elől. Tehát gyakorlatilag a bíboros atya most garantáló, hogy 12-kor el tudja kezdeni a Szentmisét, akármilyen sokan leszünk, a fiatalok mennek elől, a fiatal család. Igen, az a motor. Egy nagyon jó hír megint a hívők számára. Részt vesz a most az egész budapesti központi szeminárium rektora jelezte, hogy az összes kispapot elhozza, és minisztrálni is fognak, de az esztergomi kispapok is mind jönnek. Ők mindig részt vettek az elmúlt 32 évben kompletül. Miért érdekes ez? Ha mi azt szeretnénk, hogy egy hagyománynak folytatása legyen, akkor valaki csak azt folytatja, történelemkönyvekből senki nem folytat semmiféle hagyomány. Nagyon kicsi a valószínűsége. Hanem valaki ebben részt vesz, megérinti, élményt szerez róla, akkor van remény arra, hogy ezek is fontosnak tartják, és akkor tovább viszik ezt a hagyományt. Egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, az Élő Rózsafüzé Zarándoklat szervezésében is benne vagyok Budapest körül. Ugye ez, amikor volt a Budapesten a Városmisszió 2007-ben, akkor szervezték először. Akkor még nem voltam főszervezője, de most az utóbbi 5 évben, hogy öregszik a generáció, én vettem át. És azt szeretném mondani érdekességként, hogy akkor meghívtuk ezekre is kispapokat. Ezek a kispapok ma már nem egy tőlük közülük, már plébáni kormányzó. Ők akik jönnek, és a 10 vagy 9 szakaszon, mert ez egy 200 kilométeres kör Budapest körül, amit megtesznek, ők azok, akik vezetik az zarándoklatot. Tehát ezért mondom, hogy ez rettenetesen fontos. Illetve azok a fiatalok, ahogy az én szüleim, nagyszüleim, meg az itt élők is, akik ez az élmény megérintette őket, azért tartják ezt az egész dolgot fontosnak. Tehát azért mondom, hogy ezt vállalják el. Meg tudja csinálni egy 7 éves gyerek? Én azt mondom, hogy nem egy 7 éves, egy fiatal, és ezt végig tudja csinálni. Nem egy esetben van, hogy vagy a papák nyakba viszik, vagy pedig babakocsival tolják. Beszéljünk egy picit a zarándoklat szellemiségéről. Igen. Legalább így a műsor vége felé. Igen. Egy nagyon, nagyon változó világban élünk. Igen. Ez a közösségi élmény, az zarándoklat mit adhat ön szerint a híveknek? Igen. A hívőknek és a nem hívőknek, igen, akik adott, igen, esetben csak csatlakoznak kíváncsiságból. Igen. Igen. Szeretettel várjuk önöket, és vannak, hogy evangélikus református testvérek is eljönnek. Mi hiszünk abban, hogy a Szűz Mária béka királynője, és ezt a békét ő meg tudja teremteni. Mindenki mire vágyik békébe, a családi szinten, iskolai szinten, társasági szinten, országos szinten. Hol állunk most Európában? Kicsit az a helyzet, mint a II. Világháborúban. Most nem a háború előtt vagyunk, hanem, vagy után vagyunk, hanem gyakorlatilag a háború itt zajlik a közelünkbe. Ugye? És ez mindig ez egy kiszámíthatatlan dolog. Tehát ez egy rengeteg... Mi tud segíteni? Én mindig szoktam mondani, és szabad, ezt be is mutatom, itt ezt tegnap is megmutattam 5000 fiatalnak, mert a bazilika előtt volt a évnyitó szentmise, hogy a keresztényeknek van, a római katolikusoknak van egy fegyvere. És ezt a fegyvert mindenki magával hordhatja. És ez a fegyver nem árt senkinek, hanem ez maga a rózsafüzér. Itt, ahogy meséltem a riport előtt is, hogy az osztrák családok 50-től 1 millió osztrák család az 3 millió embert jelentett, mondta a rózsafűzért, és ennek meglett az eredménye. És az az érdekes, hogy megkapta Ausztria a semlegességi státuszt, és most, hogyha valaki figyel a politikát, az osztrákok ma is semlegesek, és nem a NATO-nak a tagjai. De ugyanakkor elítélik a háborút, és ugye a béke mellett állnak. Tehát ugye lelkileg ez jelent nagyon sokat. Sokat jelent az, hogy a rózsafüzért fogjuk végigmondani, és énekek lesznek. Tehát ahogy mondtam, az énekek azok lélekemelők. Tehát a zene az lélekemelő. Tehát egy nem hívő ember számára is a zene ugye az lelki megújuláshoz vezet. A rózsafüzér az azért jó, mert azt részben, aki már benne van, automatikusan tudja mondani, és közben tud elmérkedni. Elhozhatja magával azokat a gondokat, bajokat, ami a szívét nyomja. Most azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy ezt nem tudja megfogalmazni vagy kifejezni, de az a közösség, az a 5-10 ezer ember, aki vele megy, nem csak magunkért imádkozunk, vagy a magunk gondjért, hanem mindig imádkozunk, benne is van, hogy imádkozunk a békéért, a hazánkért, a családokért. Tehát ez azért, ez egy nagyon fontos dolog. A 2006-ban egy érdekes dolgot még el szeretnék mondani, hogy a Mindszenty bíboros azt mondta, hogy ha lesz 1 millió imádkozó magyar,
akkor nem lesz probléma Magyarországon. Na most 2006-ban volt, augusztus 20-án a Bazilika előtt egy szentmise, ahol a bíboros úr, Erdő Péter bíboros úr bejelentette azt, hogy megvan az 1 millió imádkozó magyar. Honnan tudták ezt? Szőke János, aki a kint élt sokáig, amíg nem lehetett hazahozni a Mindszenti Alapítvány Németországba, és ott már megkezdte ennek a imádkozók számának a gyűjtését, és 2006-ban jelentette be, és közölte a bíboros úrral, hogy most megvan a Kárpát-medencébe. Most mi a célunk? Nagyon szeretnénk, hogy most is legyen 1 millió imádkozó magyar. Jó, ha rózsafüzét mondják, de a reformátusok, evangélikus testvéreket is várjuk, hogy akkor mondják a mi atyánkot, vagy bármit. Az függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartozik. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy a szép élménye, hogy így mondjam, a művészeti élmény, a lelki élmény, az nem attól függ, hogy én gazdag vagyok, vagy szegény vagyok, vagy egészséges vagyok, vagy beteg vagyok. Az a csodálatos dolog, hogy a művészetben is a szépség, az imában is az erő, ami megjelenik, az mindenkit megérinthet. És ezt a fiatalok még nem értik meg, de azért hívjuk őket, hogy ezt átéljék. Mert amit az ember nem ér át lelkileg is, ugye, az, és aminek nem részese, annak azt nagyon nehezen tudja folytatni. Szeptember 17-én, tehát Mindszenti Zarándoklat, köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Igen, és még egyet szeretnék mondani, hogy előtte egy héttel lesz egy szeptember 10-én, 10-től 11-ig szigorúan egy technikai megbeszélés, és erre várjuk az iskolák, a plébániák, a szerzetes rendek és a különböző katolikus mozgalmaknak a képviselőit. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.